Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogyan tanulj angolul passzívan. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant és letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a leírásban nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, azaz hogyan tanulj angolul passzívan, például mosogatás közben. Ha kimondom azt a szót, hogy angol tanulás, akkor tulajdonképpen szinte mindenkinek egy tanterem jut az eszébe, egy tanárral és sok-sok lelkes diákkal, akik ideális esetben nem a kütyüikkel vannak elfoglalva az órán, hanem aktívan figyelnek a tanárra, jegyzetelnek és persze angolul tanulnak. Nos, tudnod kell, hogy angolul tanulni passzívan is lehet, tanterem meg tanár nélkül, már is mondom, hogy hogyan. 1. Használd ki az üres járatokat. Biztosan neked is vannak üres járatok a napjaid során. Olyan tevékenységek, amelyek közben nem kell aktívan koncentrálnod, aktívan odafigyelned valamire, mondjuk a munkádra. Én ilyen tevékenységnek tartom például a mosogatást, a takarítás és mondjuk az utazást valamilyen tömegközlekedési eszközön, mondjuk buszon vagy villamoson. Tehát semmi más dolgod nincs, mint ezentúl kihasználni ezeket az üres járatokat és az angol tanulás szolgálatába állítani őket, mégpedig úgy, hogy angol zeneszámokat hallgatsz. 2. Miért zenével tanulj angolul? Nos, elsősorban azért, mert a zene szórakoztató. Tehát teljesen mindegy, hogy te milyen műfajt kedvelsz, ezek a zenék általában lekötik az agyat, feltöltik és kikapcsolják az embereket, és természetesen szórakoztatnak. És van a zeneszámoknak egy másik szuperképességük is, egyszerűen beleégetik a szavakat, a kifejezéseket, sőt néha egész versszakokat és egész zeneszámokat a memóriába. Hiszen tulajdonképpen ugyanazt a kombinációt hallgatod újra, meg újra, meg újra. Ezért van az, hogy olyan könnyű együtt énekelni mondjuk a kedvenc számaidat az előadóval. Lényegében tehát erőfeszítés és stressz nélkül tanulsz szavakat és mondatokat a dalszövegekből. 3. Legyen a zenehallgatás része a nyelvtanulási rutinodnak. Nos, én nem szeretném, ha félreértenél, tehát szó sincs arról, hogy ezentúl kidobhatod az összes angol nyelvű tankönyvedet, és nem kell többet angolórákra járnod, hanem bőven elég, hogyha zeneszámokat hallgatsz angol nyelven. Szó sincs róla, nem erről van szó, de ez egy remek lehetőség, egy remek passzív tanulási lehetőség, egy kiegészítő módszer, hiszen tulajdonképpen ez a tevékenység nem rabol el extra időt tőled, de mégis angol nyelvi tartalmat fogyasztasz, pontosabban hallgatsz. Ezért említettem a videó elején a mosogatást és a takarítást, mert ezeket a tevékenységeket az emberek nagy része általában rendszeresen egy adott időben végzi. Például szombat délelőttönként takarítanak, vagy két naponta esténként mosogatnak, teljesen mindegy. Valószínűleg neked is van egy ilyen rutinod. Tehát ezentúl nincs más dolgod, mint kiválasztani a kedvenc zenéidet, feltenni a fülhallgatódat, és angolozni házi munka közben. És a 4. számú pont még egy érzékszerv bevonása. Ha még hatékonyabban szeretnél passzívan tanulni, akkor a hallgatáson kívül még a látást is csatasorba kell, hogy állítsd. Miről van szó? Sokkal jobban rögzülnek a dalszövegek, ha nem csak hallod, hanem látod is őket. Nem arról beszélek, hogy nézegesd a videóklippet, hanem arra gondolok, hogy írd be a YouTube-nak a keresőjébe a kedvenc számod címét, plusz a lyrics, tehát a dalszöveg szót. És már is ki fog jönni nem a videóklip,
hanem a zeneszámnak a szöveges magyarázata, vagy a szöveges leírása. Én azt javaslom neked, hogy legalább háromszor, tehát három alkalommal egymás után játszd le magadnak ezeket a videókat, a buszon vagy villamoson mondjuk utazás közben, sokkal jobban fognak rögzülni a sorok és a kifejezések, és ha tényleg ki akarod maxolni ezt a lehetőséget, akkor én azt javaslom neked, hogy írd ki egy papírra, vagy egy füzetbe, vagy egy Excel táblázatba az ismeretlen szavakat, és szótáraszd ki őket. Nos, én köszönöm, hogy meghallgattad ezt a videót, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni. Kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle tanulni és profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!